Tegnapja azt hittem, hogy már itt van a teraszon félmesztelen ülős, kávézós idő, de hamar rá kellett jönnöm, hogy nem, még nem állunk erre készen. Minden esetre nem hagyom, hogy ez lehúzza a kedvemet, hiszen ez egy gyönyörű szép nap. Jó reggelt kívánok és üdv egy újabb videóban. Tehát a mai napon találkozni fogunk Molnár Péter profi testépítővel, és egy nagyon komoly melledzést nyomunk le. Ehhez feltétlenül szükséges az, hogy megfelelően koffeináljam magamat. Valószínűleg egy-két pre-workout is le fog csúszni. De jó, az a jeges kávé. Tehát rendesen bereggelizek, feltöltöm magamat, hogy legyen elég erőm, utána pedig indulunk is. Hát és ebből a reggelivel elég gyorsan ebéd lett, miután úgy döntöttem, hogy összedobom ezt a gombás risottót csirkehússal. Minden esetre adok nektek egy próbát gyorsan, aztán betolom, és irány is Petinek a terme. Ó, bomba jó. Azt a mindenségét. Hú, jó ötvegyet. Itt vagyunk Újpesten a Freezers Gymben, Molnár Petivel, mint láthatjátok. Csak egy csöppel nagyobb, mint én, egy csöppel több tapasztalata van az edzésben, és végig fog vinni egy nagyon durva bőrszaggató mellizom edzésen. Sokat gondolkoztam azon, hogy levegyem a pulcsimat, mert igazából, amikor ilyen nagy darab srácok vannak a teremben rajtam kívül, szeretek előtt egy kicsit bedurrantani. Negatívval kezdődik, hogy volt rá egy csigás keresztezés alulról. Szuperszerben? Vagy hogy? Aha. Föntről lefelé melegítünk, hogy egy kicsit kapjon vért a agy. Aha. Nagyjából az igénybe vett izületeken végigmegyünk. I'm about my pledge, bitch, I'm decked up on blue bills. And I won't stop until the cash pit is like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to save my peace, I'm so after so special. És ilyenkor bemelegítésnél hány ismétlést szoktál? Nem számolod? Csak úgy szoktuk játszani, hogy 20-asánk, amit bírjuk. Aha. The way from can't see me, you came better with us. Tehát egy ilyen, mint egy ilyen negyed kört írjál le. Mm-hmm. Úgy dolgozik közösen. Hát ugye, hogyha csak előre emelünk, akkor az első vál, ezért kell belevinni. Igen. Sunrays, but I run fake, got a punch drunk. My providence, they don't love us. They rather treat us like an animal. Just wonder why we on ape shit. Escaping shit, I'm off the cannabis. Middle fingers in tandem, going tantrum. Yelling fuck 12 with a big smile, young phantom. Hi, mom, I'm on camera. Tehát akkor teljes inkább intenzívebben, magasabb ismétre egy számmal edzem. Persze, persze. Végkontest alkotó, hogy végkontest ületek. Végkontest alkotó, az volt egyszer. Nem mindegy az izom összetétel. Kevésbé fáradott, de nem is olyan hűde erős izomrostokkal rendelkezem, és ahhoz, hogy a nagyját stimuláljam, ahhoz ilyen típusú edzés írjuk. Nekem is amúgy ez vált be, ez a stílus. Hey, fuck the ceiling, I've been living out the moon roof with it. I'm in tune with my senses, kill the tune with my sentence every time. Yeah, I've been in the mood, gotta finish. Az az ötöse vagy győz, vagy négy, első öt megvan. Gyerünk. Egy, kettő. Gyerünk már, három, négy. Azaz, utolsó. Három nagy levegő. Gyerünk, kifejő, segítek. Ötöt, egy, kettő, három, egy, kettő, utolsó. Jó. Nem kicsinek érzem magam, basszus. Ja, ugyan már. 55 kiló voltam, amikor elkezdtem edzeni. 20 éve. 20 éve. Tényleg? Igen, hagyd a körökön. Egy 10-11-et. Megfogszert, hogy annyira nem érzed annyira tőle. Igen? Aha. Na, jó volt. Fejbe dől el. Gyerünk.
Kettőt. Utolsó. Teljesen más partnerrel egyedül, mint egyedül, sokkal jobban a határa ide tudsz menni. Ez így van. Ugye, egyrésztről biztonságosabb, mert van valaki mellette. Hát belemersz menni jobban olyan dolgokba, hogyha van mögötted, áll mögötted valaki. Hogyne. Egyedül nem annyira. Tehát a határaidat nem tudod úgy pedzegetni egyedül. Viszont ugye, ha nem sajnál túlságosan magad, akkor nincs baj, akkor egyedül is tudsz edzeni. Hát, pár szó volt ilyen, hogy úgy kellett legörgetnem magamról a rödet. Na gyerünk! Azaz. Mi? Egy utolsót. Jó. Arra már alig érzem, mintha nem is tolnám, hanem te emelgeted az egészet bicepsből a végén. Úgy érzem a padon, hogy tényleg semmi erőt nem adok bele, rendesen csak kapaszkodok és húzod fel a kezem. Elnyomok egy kis freestyle-t. Jók itt a fények. Csak az a baj, lehet, hogy a fények jók, de közül meglátlak téged magam mellett, és már rögtön nem érzem magam mellett. Ez szoftos lesz. Kettőt. Adott. Tedd le. Indulhat. Mennyit? 8. Gyerünk. Gyerünk, gyerünk, Johnny. 4-et, még 3-at, 2, utolsó. Jó. Mehetünk. Azaz, nem ejted le, irányítod, gyerünk. Gyerünk. Lemaradsz. Jó. Mondom, a végén már mintha csak ott lebegne a kezem. Nem lenne rajta súly, én már azzal is küzdködnék most. Nem baj. Itt ugye, ez testépítés, nem a súly számít. Igen, én is. Én mindig ezt mondom, folyamatosan. Hogy inkább kevesebb súlyjal edzek, mint mindenki más, de szépen lassan, kontrolláltan, szabályosan. Furcsa, hogy összehasonlítanak egy erőemelőt, vagy egy erős ember testépítővel. Nekik az a lényeg, hogy egy ismétléses csúcs teljesítményt adjanak le egész testből. Egy testépítőnek pont az ellenkező, mi egy adott izomcsoportot akarunk egy szögből megterhelni annyira, hogy bukásig eljutunk. Igen. Tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt. Más, amit mi terhelésünk a testünknek. Én nem is bírnék egy ismétléses ilyen maximum teljesítményt leadni, mert megsérülnék. Egyszerűen nem olyanok az izületek. Meg is lett az eredménye az, hogy nagyon akartunk combokat fiatalon. De nem a megfelelő. Látjátok, ez igazából az oka, hogy ilyen csirke lábaim vannak, hogy 40 évesen is normálisan tudják. Egyszerű, hogy türelmes vagy. Legyen súlyos, tárogassunk. Jó. Nagyon elég tárogassunk. Lenyomsz egy 30-os nyomást. Nézzük meg 24-es, utána egyből
12-14-et tárogatsz mellé. Jó, jó. Mennyire mélyre? Hát ez ízületi rugalmasság függvénye. Amúgy itt szoktunk játszani technikákkal, itt lehet az, hogy a kis ujj van befelé. Egészen más érzés, mert ugye így elősöd el, tehát kikapcsolod. Azaz. És itt teljesen mellből kapod meg a játékot. Hát ez így ég és föld. Milyen apró mozdulatok, mennyit számítanak? Azt hiszem. Nekünk ez a tudomány. Hihetetlen, hogy ilyen viszonylag alacsony súlyokkal is mennyire le tudod terhelni a tudmódat. Sokszor látom én is az emberek leggyakrabban az egójukra edzenek a teremben, érted? És inkább a nagyobb súlyt veszik, gyenge formában. Ez még a jobbik, az a rosszabbik, amikor egy szükséges rossznak érik meg a sportot, hogy ez kell ahhoz, hogy jól nézzek ki, de nem, nincs benne az az élmény, az igen, a passion, igen, és sokan büntetés meg veszik, hogy azt ma is le kell menni a terembe. Így van. Nekem vagy neked ez teljesen más, mint én alig várom, hogy elszakít, hogy ez egyfajta jutalom. Van, amit utálattal csinálsz, akkor abban nem leszel sikeres, bármiről legyen szó. Ez így ennyire igaz. Egyszerű a képlet. Lightweight, baby. Freezer név, az honnan jött? Mert jó, igen, akkor, hogy mint két mélyláda a mamámiknak a felső szintjén, de... Volt egy verseny, ahova úgy jelentem meg, hogy én nem láttam annyira magamban a változást az alatt az egy év alatt, de nagyon drasztikus volt. Ha felállsz ugye a színpad mögött a kategóriádba, akkor ott sokan így rácsodálkoztak idézőjelben. Készültem egy komolyabb szabadpózzal, hónapokon keresztül egy koreográfiát összeraktunk, és tudod, nem jött a taps. És kérdeztem az edzőmet, hogy ennyire rossz volt, amit csináltam, hogy miért nem tapsolt, és mondta, hogy nem látod a fejeket? Mondta, hogy így ültem. Igen. Igen, így jöttem. Úgy erre gondoltam amúgy, hogy valami ilyesmi jelentés van mögötte. Na, tárogatni fogunk utoljára, és szuperszedbe korozkodásra. Ennyi. Jó. De általában így szokott kinézni a melledzésed, vagy másokat szoktál csinálni, ahogy éppen érzed, vagy van egy fix terv, amit mindig csinálsz? Nincs terv. Nincs, freestyle, amit éppen érzel. Egyrészt ugye, hogy mit szabad, tehát beesik a terembe gyorsan, ami elkezdem valahogy, és utána ahhoz igazítom a többit. Tehát akkor vannak olyan izomcsoportok, amikre jobban fókuszálsz? Bár hátra. Ezek ugye sziluettjét adják meg a testnek, nagyon-nagyon fontos, mert ugye a verseny elején már az alapfordulatoknál nagyjából eldől, hogy mi van, és hogyha ott nem kerülsz tovább, akkor teljesen mindegy, hogy nézel ki a kötelező pózókba. Tehát ez az első benyomás. Így van, egy olyan első benyomásod, hogy oda vonzza a tekintetet. Aha, tehát még az egyenségén azt szeretem kérdezni tőled, hogy tudod, hogy hamarosan belsőre készülök, csak egy men's fizik igaz, de attól még ugyanúgy vannak olyan faktorok, amik érvényesek, tehát hogy milyen tippjeid lennének nekem
verseny előtt, ami jobban kiemelni ki a fizikumot, amitől jobban nézitek ki magának a színpadon. Mit érdemes? Nagyon nehéz általános tippeket adni. Amúgy szemmel láthatóan jól csinálja, amit csinál, mert a forma az ugye önmagáért beszélt, tehát az alacsony testzsír százalék. Mikor lesz a verseny? Itt szoktam versenyzőkkel lekommunikálni ezt az időszakot, hogy az egy dolog, hogy tudod, mire van szükség, hogyan Persze. kell felépítened magát a pihenés, edzés, kardió, táplálkozás, de ezt úgy kell felfedni, hogy amit a színpadra viszel, az a tökéletes te. Azt kell megmutatnod ott. Tehát ugye az egész felkészülés abból áll, hogy csökkented a testzsír százalékod, amennyire csak lehet, utána kihajtod a fölösleges vizet a bőr alól, a tested megpróbál tökéletes mi voltában megmutatni. Ehhez az kell ugye, most hülye hangzik, de idézőjelben a szőr az is egy tökéletlenség, illetve nem segíti az izomtónusok megmutatását a színpadon. Tehát nagyon fontos, hogy egy irritációmentes szőrtelenítést végez a verseny előtt. Mert attól is még bevizesedhetsz? A bőr alatti, ugye az is egy stressz lehet a testednek. Ugye van itt fizikai stressz, van ugye lelki stressz, akkor az, hogyha valamilyen bántalom éri a testedet, arra is úgy reagál, ugye, hogy bevizesedik. Egy, megütöd a térded, vagy bármi, ugyanez a nagyon óvatosan kell róla gondoskodni. Illetve hát ugye az, hogy a barnítás tökéletes legyen, hogy a színpadi fényeknél a lehető legjobb mi volt odat mutasd meg. Meg szerettem volna kérni, nem hangzik túl furának, hogy levenném a pólómat, és kíváncsi lennék, hogy mit mondasz magára az alkatomra, szerinted mit kéne felhozni, mire kéne Lássuk jobban. Lássuk a medvét. Megnézzük? Mivel más fizik kategóriája, a láb ugye nem annyira. Láb, nem számít. Arra figyelj, amikor behúzod a hasad, igen, akkor az ne húzzon össze. Ja. Tehát a hasad statikusan feszítsd meg, és a tüdődben benne hagyod a levegőt. Most nem látszik atlétában vagyok, de teleszívod a tüdődet, amennyire csak tudod, lássam. És ahogy kifújod a levegőt, nem a tüdődből, a rekeszizommal, úgy megfeszíted a hasadat. Ezt így gyakorolni kell, mert nem tökéletesen. Ugye kompenzálni kell a belégszélességet. Lazába így ellazít, hogy mit gondolsz, mibe kéne több energiát fektetni, mivel jobban ki tudnám hangsúlyozni, mivel több esélyem lehetne. Neked is ez a lapos nagy melkasod van, a váll meg a tricepszel nagyon sokat tud megfeklődni a struktúrában. Tehát arra kell ráfeklődnöd, hogy ezt javítsd, Dani. Váll tömegét kell javítani, és a tricepszet, hogyha hozzáhúzod, akkor azzal tudod kompenzálni a derekat. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a tippeket, és egyben ezt a melledzést, örülök, hogy itt lehettem. Kérlek, köszönjük szépen, hogy benéztél. Én is köszönöm. Sziasztok. Jó, mi pedig otthon folytatjuk ezt a videót, srácok. Na és ezzel haza is értünk, és szeretnék nektek mutatni egy kis update-et, illetve beszámolni egy kis update-ről. Na, de ahogy Molnár Peti is mondta, szeretném nektek a legjobb önmagamat megmutatni. Ez ugye a két legkönnyebb lépés, amit most gyorsan meg tudunk tenni. Az első, az a barnulás. Ez már megvolt. Pipa. A második pedig a szőrtelenítés. Én ehhez most a Wheatman szőrtelenítő krémet fogom használni, ami nekünk ugye most pont kapóra jön, és rohadt gyorsan megvan. Ez is egy hatalmas nagy előny. Szintén előny, hogy talán láthatjátok, hogy én nem rendelkezem azzal a tipikus David Hasselhoff féle golyóálló merszőrzettel, de ez a krém tökéletesen jó az ilyen kis rövid baby szálakra is, amik nekem vannak. Felvisszük ezt a krémet is két a testünkre, ott, ahol a szőrök vannak. Szóval, miután minden esedékes területet bekentél, vársz 5-10 percet, közben megeheted a French toastodat, reggelizhetsz egyet, megnézhetsz egy videót tőlem, akármi, készen is állsz a leszedésre. A few French toast later. Tehát, miután eltelt pár perc, egész egyszerűen ugyanezzel a spaklival, amivel felvittük, szépen eltávolítjuk. Szó, de le! Pár perccel és spaklizással később itt vagyok a kész termékkel. Tehát, mint láthatjátok, nagyon szép simára leszette az egészet, tényleg semmi pirosodás, kiütés, nagyon szépen hidratál használat után. És bár nálam nem akkora, nem olyan látványos a változás előtte-utána, de higgyétek el, hogyha ti egy kicsit a szőrösebb fajtából valók vagytok, hatalmas nagy különbséget tehet az, hogyha leszeditek magatokról, tényleg sokkal látványosabb lesz az egész izomzat. Megtalálható hónajra is, ennek sokkal egyszerűbb az applikálása, arra van kialakítva a feje, hogy jobban hozzáférj.
Tehát ennyi, menjünk vissza a szokásos helyünkre az ablak elé, és nézzünk egy fizik update-et. Szóval itt is vagyok az update-tel, mint láthatjátok, nagy csoda nem történt az utolsó bejelentkezés óta, sokkal szálkásabb nem lettem, illetve az az igazság, hogy a súlyom még nőtt is. Jelenleg 86,5 kg vagyok, tehát közel 1 kilóval nőtt a súlyom. Ez azt jelenti, tehát az a valóság, hogy abba hagytam a versenydiétát, illetve a felkészülést, nem azért, mert nem szeretnék versenyezni, nem azért, mert nem fogok versenyezni, hanem azért, mert máskor fogok versenyezni. Közben jött valami, erről majd egy másik videóban részletesebben beszélni fogok, szerintem ez is egy érdekes téma, és biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok érteni az indokaimat. Újra rá kell állnom az egészre, a következő dátumra tényleg toppon kell lennem, de addig is szeretnék minél több izmot felépíteni, ezért a kalóriámat is visszavittem szinten tartás szintre. Ennyi idő alatt kb. Fél egy kilót sikerült nőni a súlyom, meg szerintem még mindig benne van a pakliban az, hogy nyerem vissza a régi izomzatomat, amit még Németországból hoztam magammal. Minden esetre ennyi lett volna ez a videó mára, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, tényleg nekem hatalmas élmény volt Molnár Petivel edzeni, tényleg nagyon jó személyiség, nagyon jókat beszélgettünk, rengeteg jó tanácsot, tippet adott. Én pedig továbbra is tájékoztatni foglak titeket minden egyes fejleményről, ami a fizikumomat, illetve magát a versenyt, a felkészülést illeti. Nem fog elmaradni, bele fogunk vágni ebbe a versenybe, és tényleg a legjobb formámat fogom hozni, legalábbis megpróbálom. Ez sajnos nem most lesz május elején, ne aggódjatok, nem fog olyan sokáig tartani, hamarosan színpadon leszünk, de addig is legközelebb találkozunk, legyetek jók, sziasztok!